1991 van. Egészségükre. Egészségükre. Úgy gondolom, hogy meglehetősen nehéz. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen nehéz megszólalni ilyenkor. És mint hogy mellettem itt Évike himnusz alatt sírt, úgy gondolom azt is, hogy nagyon sokan a képernyő előtt is talán könnyekre fakadtak. Ezek azok a percek, amikor a szeretteinkre gondolunk, azokra, akiket elvesztettünk már, és azokra, akik éppen valamilyen oknál fogva nem lehetnek velünk. 1991 első perce, mindig az első perc, talán az a perc, amikor átvillan az ember agyán az, hogy mit is tett az elmúlt évben, vagy hová is jutott, és persze arra is gondol, hogy mi lesz. Nem tudom. Tisztességre és emberi szóra van szükség, mert az élet mit sem ért tenéket, ha másképpen álmodtál és másképpen élted. És ami nekem eszembe jut, hogy hosszú évek óta, talán már gyerekkorom óta mindig arra gondolok, hogy amikor velem valami nagyon jó vagy éppen valami nagyon rossz történik, akkor ugyanabban a percben ki mindenkivel mi minden történik. Én remélem, hogy most mindenkivel általában jó történik, és ez kitart, nem csak a jövő.